Csácsumi csődészt a csokoládé és traktorkerék, szavaztok papigáim. Hát alig várom, hogy lejárassam már teljesen ezt a mezőt. Mert kíváncsi vagyok. Nem mező egyébként, tudom. Mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyit fog termelni, mennyi hozam lesz. És egyébként ilyenkor, miért nem szóltok gyerekek, egyből ugye indíthatnánk már. Mert ugye nincsen betés forgóban még egyetlen egy... dolog sem, még nincsen, már mint csak egy darab földünk van, úgyhogy mehet már akkor a betés egyből, és akkor csapathatjuk, és termelhetjük a pénzt, és minél hamarabb ugye legyen meg az az összeg, amiből meg tudjuk venni a következő fődet. Gyerekek, ez mindig itt különben nem valami jól van megcsinálva az a föld, mert itt egy kicsit kijebb kell majd indulnom. Úgy. Csak a hát menjen, ennek egyébként egy erősebb traktort már kell venni, mert azért húzza csak ilyen 8-a, mert sajnos nem birkózik meg vele. És ugye, ezen a földön eddig még egyszer ültettünk, teljesen üres volt ez a kettő pót, úgyhogy meg fogjuk tudni nézni, hogy kb. Mennyit fog termelni ez a föld. Nem csak, hogy meg tudjuk nézni kb., hanem pontosan meg fogjuk tudni nézni, hogy mennyit fog termelni ez a föld. Igen. Addig azon gondolkozom, amíg ez végez, megint kellene csinálnunk egy gyors bérmunkát. Mit szóltok hozzá, hogy azért legyen? Peregjenek az események, gyerekek, gyorsan 9-es. Aj, várj, 21-esen mi van? Megnézzük a 21-esen mit akar. Ezt nem fogom megcsinálni, gyerekek. 16 ezeret ad, de ez iszonyatosan sok. Megnézzük gyorsan 9-esen mit ad, jó? És akkor eldöntjük. Valami rövid munkát akartam elvállalni. Ez egy nagyon rövid munka lesz. 3000 ér. Hát gyorsan megcsináljuk, gyerekek. Gyors megcsináljuk, egy kis pénzt azért akkor keresünk. Addig ugye most fölöslegesen elcsorogjunk. Hát permetézni fogunk, gyerekek, azt se tudom, hogyan kell ezt fölvenni. Ezt az elejére kell rakni? Hát életemben nem használtam ilyen moré. Ezt az elejére, ezt a hátuljára. Hoj, neki mentünk. És akkor nyomjuk neki, mint süketek exet, ezt marha gyorsan kéne megcsinálni, és akkor gondolom egyre több időbónuszt fogok kapni. Gyors, nyisd ki a szemed. És ez mit csinál, úristen? Ez ilyen cucc? Hát igen, ez a pakva van benne, azért mondom, ilyet még nem is láttam. És mivel indul? Bazzett, ez hatalmas. Ez iszonyat gyorsan végzünk, most nézem, hogy ez nagyon nagy. Oké. Ó, hát ez nagyon cool. Egyébként ilyet mindig úgy csináljatok, hogyha nem nagyon láttok rá, hogy mennyit kell permetézni, hogy így ugye fölülről. Ja, és így nem is fogy most ugye a permetszer. Vagyis az mi az? Levélt rágya? Vagy mi a túró akar lenni? Valami permet, ugye? Permetezünk. Nagyon jó. Ja, ebben a kumpakban van benne. Jó, most fordulás a végén, hát ezt hamar lehúzzuk. Egy negyede megvan, gyakorlatilag négyszer kell így végigmennünk. És akkor már meg is vagyunk, és akkor megnézzük a combine-t. Meg a, ugye a vetőt is. Szépen figyeljétek, ott tartjuk a végét, úgy. Egyébként itt kikapcsoltam volna, hogy sokkal gyorsabban fordul, most majd a legközelebbi körbe ki fogom kapcsolni. Permetezést azt lehet végeztetni, gépi munkásra szépen fordul, mindent csinál. Az egy eléggé durva dolog azért, főleg egy hatalmas permetezővel, ugye ennél gondolom nagyobb permetező is létezik. Bérmunkába kíváncsi lennék, berakja a DLC cuccokat, hát berakta ezt a izét is, ezt a permetezőt, akkor elvileg a izéket. Hát még a modokat is be szokta rakni, persze, hogy berakja, akkor izével is tudnék, ugye Big Bad, ugye? Úgyhogy mondtátok, hogy Badnak nevezik. Keeper, ne beszélj angolul, nem tudsz. Valaki írta. Ne haragudjál, de próbálkozom. Azért mégsem mondhatom nagy rügynek. Ugye, mert elvileg azt jelenti. Ja, igen, Big Baddal is izé. Azzal is tudnánk csinálni bérmunkát. Ezzel is tudnánk csinálni bérmunkát. Várj, 9 is rá lehet látni az én földemre. Meg ott dolgoznak, ott valahol. Ugye nagyon messze van, nem lehet rá látni. Kicsit kiadjuk, nem baj.
Ugye nem kell 100%-ra dolgozni, deugozni. Ez egy 10 000-et fogunk ám keresni ez alatt a pár perc alatt, úgyhogy ez tök megéri. Ilyenkor B kikapcsol, nagyon gyorsan visszafordítjuk. B bekapcsol, ezt hagyjál meg kis annyi, hadd menjen. Régen be lehetett bagoltatni ezeket, főleg a Combine-t ugye, hogy nagyon gyorsan tudtál vele dolgozni. Ezt kivették természetesen már nagyon régen. Azt már instant lépek is vissza. Ez a 9-es földnek jól lenyomjuk az árát, ezen dolgozgatunk. Hát lehet, hogy a 9-est is azért meg fogom kaparintani, miért ne, de ugye a 21-esre gyűjtünk most. Elég gyorsan meg lesz a 21-esre a pénz, hogyha ilyen nagyon gyorsan dolgozunk. Főleg, hogyha meg lesz a 21-es, meg a 21-b is egyszerre fogjuk művelni. Akkor meg főleg jó lesz. Hát nem, ez... Basz, ez kemény 5000-be fight. Jó, hát ez meg 78%, gyerekek, jöhetünk a traktorral. Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Jöhetek is, mert meg is fog telleni az. És akkor még egyszer vissza kell mennie. Hát olyan 20 pár ezer. Liternyi cuccot ki tudok nyerni. Majd megnézzük. Ha ezért vagyok még kíváncsi, 21-esen mennyit fogok nyerni. Na most ugye 21B-t csináljuk. Amit ugye 21B-nek nevezett el Keeper. Jó, nagyon jók vagyunk. Kár, hogy a tempomatot, hogyha bekapcsolom, akkor nem tudok elmenni máshova. Ugye, hogyha átváltok más gépre, akkor kikapcsol a gép. Valamint megáll a gép, pedig az tök jó lenne, hogy most beállítom ide. És akkor így tudnám hagyni, ugye. Ez tök forszal lenne. Ez tetszene. Vajatok, Junior, ki kéne engednem egy pillanat, jó? Addig ezt itt vagyom. Ki tud üríteni szépen. Így. Kb. Így, ugye? Jó, jövök! Na! Jó. Elvileg még egy kicsit eltértünk. Na! Azt akartam mondani erről a mikrofonról, amit most használok, nagyon szeretem. Mert tök jó ez a miki abban. Nagyjátok, ez lehet, hogy megtelt. Abban marha jó, hogy a távoli dolgokat nem nagyon veszi, viszont a közeléket meg marhára. Gyakorlatilag ilyen nagyon irányérzékeny. Tehát nekem oda kell beszélnem ahova. Egy kicsit elfordítom a fejem, már tök halk leszek. De ugye ez nem baj. Na, mit csinál most az a Combine? Aha, ez úgy érzi, hogy végzett. Hát nem tudom miért. Megkerüljük még egyszer. Remélem, hogy le fogja aratni így. Ha, azért ezt nem aratja le. Ezt nem aratja le, gyerekek. Aha, ízé se végig takarta. Hát ez nagy baj. Akkor nekem kell, várja, most megpróbálok egy hátnyomni, nem, kikapcsol, nem szereti. Úgyhogy a legvégét nekem kell mindig learatni ezek szerint, hát sajnos. Ez van, srácok. Bocsász, gracias. Gyorsabban el kellett volna indítanom a izét a vetőt. Ha mindegy, amíg a vető végez, addig tudok csinálni még egy bérmunkát, vagy esetleg akkor addig elhagyhatjuk a cuccost. Ilyenkor is megáll, sajnos, bazd, megáll. Kár. Pedig megnéztem volna közben, hogy mennyibe fáj. A bobocska szarul megy. Olyan 2700-2800 körül fogom adni, az a minimum a bobot. Úgyhogy addig inkább akkor majd tároljuk, vagy elrakjuk, vagy bármi van. De nem, az alatt nem akarom eladni. Kár, hogy a menübe kilépsz, akkor is ugye megáll ez a dolog. Nagyon gyönyörű földet hoztunk létre ide, nagyon tetszik. És ugye nagyon sokat letermelünk róla. 15 000-et tudtunk letermelni az egyes földről. Ugye az egyes föld 15 000-es volt. Ezt, amit én kreáltam, erről meg ugye már bőven 20 föld vagyunk. Olyan 20, mindjárt megnézzük pontosan. Megnézzük pontosan, mennyit tudunk letermelni róla. És akkor úgy tudunk viszonyítani. Pénzügyi szempontból is.
Amíg ez végez, addig mindenképp egy bérmunkát csinálunk, lehet, hogy a 21-esen. 21-esen jó lenne egy bérmunka, már csak azért is, mert akkor lenyomnánk az árát. Jó, ezt kiürítem, ezt a 2000 litert még. Ugye a babnak nagy hátránya, hogy nincs izé, nincsen szalmája. De hát igazából amíg nem akarsz szállatot tegyészteni, addig nem is kell szalma. Abból nem fogsz meggazdagodni, hogy eladod a szalmát. Hát általában vannak eladóhely szalmára is, de igazán nem éri meg. Nem fáj a fogam a 21-esre, nagyon szép, gyönyörű nagy föld, és nagyon közel van. Szóval ez a kombájn, ez nagyon lassú, tehát mindenképpen itt kell tovább terjeszkednem. Én az 1-esre nem fogok többet átmenni ezzel a kombájnnal. Baromi lassú. Figyelj, 20-szal amire átérek, lemegy a nap. És ide fogok venni, erre a területre, magamnak, különböző hangárakat. Nézzük, mennyi az annyi. Úgy gyerekek, ez nagyon király. 26.500-at nyertünk, tehát 10.000-rel többet, ma 10.000-rel többet leszedtünk erről a földről, mint a izéről, mint a másikról, mint az egyesről. Tehát akkor a két földről bőven 50.000-rel le fogunk szedni, ami azt jelenti, hogy 10.000 az 30.000-et ér, és annak az ötszöröse 150.000-et gyerekek fogunk a két földről pénzbe leszedni. Ami marha jó. Jó, annyi, hogy akkor most megnézem a 21-esen a bérmunkát, srácok. 21-es bérmunka látogat, és meg is nézzük, mennyibe fáj? 167.000. Jó, hát ezt meg kéne csinálni. Megcsinálom gyerekek, sok pénzt ad. Meg még rá, basz, ez mire végzek ezzel? Úristen. Na mindegy, addig valamit kitalálunk, valami sztorizgatunk egyet, jó? Megpróbáljuk jó gyorsan. Próbálunk egy gyors műveletet végrehajtani. Ó, még nincs itt van. Jó, mert ezt pont figyelemmel tudom tartani. Ugye ez lesz a 21-es, ez lesz a miénk majd. Pont figyelemmel tudom kísérni a vetőgépünket. Ha véletlenül elakad, vagy valami, akkor kilépek inkább innen. Bár, ja. 260.000. Ugye 260.000-be fáj. Mi az, hogy miért nem akarja ott ezt? 260.000 pénz. De mit ja, mi ez? Árpa? Milyen sötét? Ja, 260.000, hát hogy 250-re lenyomjuk, most van ugye 80.000-ünk körülbelül KP-ba, a 45.000, vagy 25.000 egységnyi, és 15.000 egységnyi, tehát 40.000 egységnyi babunk van. A 40.000 egység az 3.000-re számolva 120.000 pénz, meg hozzácsapjuk a 80-valahány ezerünket, ami van, az már 200.000, tehát van 200.000 pénzünk. Tehát, hogyha még egyszer aratunk, akkor körülbelül már meg lesz ennek a földnek az ára. Tehát ebben a gameplaybe bőven meg lehet ennek a földnek az ára, meg tudjuk verni. És hogyha belegondolunk, nincsenek egy órásig ezek a részek, és ez talán a negyedik vagy az ötödik, nem tudom most pontosan, te jobban látod itt, aki nézed a videót. Ha elég gyorsan azért összetudunk annyit szedni, hogy... És ha kettő van, akkor meg már folyamatosan termeljük a pénzt, ugye. És ezért érdemes. Nagyvető, nagy kombány, gyerekek. Megvettük azt a nagy kombányt, baromira megérte, iszonyat gyorsan dolgozik. És az a lényeg, hogy ezután baromi nagy gépeket fogok venni. Nagy vető kultivátor. Ugye most traktorra én már azon filózok, hogy ezután már nem fogok semmit venni, csak a Big Botot. Big Barot. Azt fogom megvenni. Az lesz, srácok. Big Bot vétel lesz. Oda-vissza aratunk egyelőre. És azt nézem, gyerekek, hogy 35%-on van már ide. Ez be se fog férni? Vagy mi van ilyenkor? Hát az izé az még nincs... Úristen, hát ez... Na ez gyanús lesz, 37%-on van már.
akkor hogy fogom learatni? Mert azért az még nincs 40%-on ez a jelző ott föl jobb oldalt. Na, hát ez, na erre marra kíváncsi leszek. Hogy akkor majd 100%-on is lehet tovább aratnom? Ja, ilyen még nem fordult elő velem. Igen, igen, akkor az lesz, traktorok szempontjából is mindenképp megveszük a Big Brother-okat. Ugye arra, amerikai nagyföldek mindenképp. Ez meg már kávé felénél jár, jó lesz. Ezzel, ahogy végzek, akkor ezt pörgethetem is az időt. Ezzel meg keresünk egy kis pénzt, lejjebb nyomjunk az árat, meg tudjuk venni. Következő. Az a 21B-n, amit ugye most vetünk, 21B az beérik, akkor learatunk, és akkor meg is tudjuk venni ezt a földet, és ez nagyon jó lesz nekünk. Kicsit nyomjuk az árát lefelé, tök jó. Meg még a 9-est, hát a 9-est lehet, hogy nem veszem meg. Nézzük, hogy inkább merre terjeszkedjünk. Ugye 21B megvan. 21-esen, ami most aratok, azt meg fogjuk venni. Tudjátok, mi tetszene még? Tudjátok, mi tetszene? A 10-es, az megint marha közel van. És iszonyatosan nagy. A 10-es, gyerekek, akkor a következő 21-es után a 10-es. A 10-es szerintem egy 500 000. Nem, több. Több. Az egy ilyen 5-600 000 pénzbe fáj a 10-es, és akkor ez a 3 már menne. A 10-es az nagyon jó. És onnan, szerintem, hogyha megvan a 21-es, megvan a 10-es, és a 21B, ugye az alapmen ugye a miénk, akkor utána el kéne kezdeni nagy gépekre gyűjteni, Big Bodokra. Ezt mondtam, figyeld, ma izén vagyunk, 52%-on, és feléig már tele van a magtárunk, magtároló, de viszont még negyedénél vagyunk a munkával. Most ez marha érdekes lesz, most ki kell ürítenem majd a földre, vagy mi lesz? Gondolom nem jön érte semmi. Kéne egy kamiont is majd. Igen, hogyha igen, egy kamiont szeretnék, egy lizárdot, egy csöröset, mindenképp amerikai stílusba játszom. Úgyhogy olyan gépek, olyan kamion is legyen. És mindenképp akkor egy lizárdot szépen azt fogunk venni, és ugye tudod melyiket, nem tátrázunk itt, ez most nem Kelet-Európa, ez nem Európa, ez Amerika. Mindenképpen az olyan jellegű járműveket fogom venni. Fölösleges dolgokat nem veszünk, most nem bálázunk, nem csinálunk olyat, majd hogyha kell, akkor... És egyelőre az, hogy föltermelünk olyan annyi pénzt, hogy nagy gépek legyenek, azért legyen egy-két földünk, és akkor úgy azon lehessen gazdálkodni. Ott egy nagy bikaszobor, mi a rákhoz? Nézzétek szépen, hátjátok, most ugye nem az van, hogy fölöslegesen várunk addig, amíg az elvetődik, vagyis elveti a gépi munkás, hanem addig dolgozunk, gyerekek, csináljuk a... De keresünk mi is egy kis pénzt, meg még egy kicsit lejjebb is nyomjuk az árat nagyon. Ez most nagyon optimális, nagyon... Próbálom kiszámítani, hogy teljesen jó legyen minden, teljesen jól működjön, és jó sok pénzt termeljünk. Jó sok pénzünk lesz, vagy van. Ja, Flúr Tomi. Jó régen hallottam azt. Úgy gyerekek, az még mindig nagyon menő. Flúr Tomi, az nagyon menő, még mindig. Még mindig az összes tini csaj meg akarja szeretni őket. Amúgy van eszük egyébként. Nagyon sokat érzi, jó, teljesen semmi köze a videózásnak a Flúr Tomihoz, de egy kicsit, mármint az ilyen, vannak ezek olyan videósok, akik ugye ilyen gyakorlatilag ilyen ezt szándékosan generálják saját maguknak ugye a nézettséget, és a, most, hadd mondjam már, nem tudom, most nagyon el akartam mondani. Inkább akkor kezdjük el máshonnan ezt a témát, hogy vannak az olyan videósok, akik tudják pontosan ugye, hogy mire ugrik a nép, és olyan videókat csinálnak. Meg vannak az olyan videósok, mint én, aki szándékosan nem akarok olyan videót csinálni. Például ugye, figyelj, hogyha te videós vagy most, és videózni akarsz, és azt akarod, hogy nézettséged legyen, akkor elmondom, hogy mi a recept. Csináld meg az összes kihívás videót, ami éppen mindig felkapott. Iratkozz fel a tipikus diszcelebekre, mint az ilyen YouTube-on. Figyeld, hogy milyen kihívást csinálnak, azokat csináld meg. Csináld meg a próbálj meg nem nevetni, próbálj meg nem énekelni challenge-eket. Csináld meg az összes csípős paprika, meg a tököm tudja milyen challenge-eket.
Mi van még, amit mindenképp meg kell csinálnod hozzá? Én igazából ez, hogy mindig csináld azokat a dolgokat, mint ők. Ez úgy nagyon érdekes, ugye? Hú, basszus, egyébként múltkor gondolkoztam egy ötleten, hogy mit szívesen megcsinálnék. Hú, lehet, hogy azt meg fogom csinálni. Még nem láttam egy videósnál se, csak az a baj, hogy már... Ha én azt mondom, hogy nem láttam olyat egy videósnál se, az még nem biztos, hogy nincsen. Kimenné az utcára, mondjuk Zalaegerszegen, hogy Pesten lenne ugye legjobb, és akkor megkérdezni, főleg fiatalabbakat, oda menni hozzájuk, és megkérdezni, hogy közvéleménykutatás kamerával ugye, hogy milyen videósokat néztek. Nagyon kíváncsi lennék egyébként, hogy mire jutnának ezek a... Tök jó lenne, tudod, ilyen tipikus kamerás oda menni mikrofonnal. Az bejönne. Ja, úgyhogy, ja, igen, vannak ezek flortomis jellegű. Ez a tipikus flortomi videózos stílusban ugye. Mindig ezek a... Úristen, nem tudom, nem tudnám csinálni, bazd meg. Az a durva, hogy nagyon sok ilyen videós például csinálja ezt a próbálj meg nem nevetni, meg ilyen hülyeségeket, meg próbálj meg nem énekelni, nehogy már ne bírt ki, hogy nem énekelsz. Egyszerűen nem tudom elhinni. Megcsinálnám azt a challenge-et úgy, hogy így ülök és papofával, érted? Hát mi az, hogy nem annyi izéd nincsen, annyira nem tudod kontrollálni magad, hogy nem tudod befogni a szádat addig, amíg lemegy az a klip. Ugye az, próbálj meg nem énekelni videó, az olyan, hogy megy egy ilyen összevágott montázs, különböző számok vannak, és akkor így ki kell bírnod, hogy nem kezded el énekelni. Hát öcsém, annyira átlátszóan megjátszottan kezdenek el énekelni néhány számra emberek, főleg azzal rögtem, múltkor néztem egy ilyen csávot, néha már azért nézem, mert ez a tipikus már égő, érted, és akkor azért nézed, rögsz rajta, hogy úristen, hát ez milyen égő. Hogy megjátszotta, érted, hogy neki el kell kezdeni énekelni valamilyen zenére, és nem is tudta a szöveget. Mondom, mit kezdesz el énekelni? Nehogy már ingereljen az, hogy elkezd énekelni, amikor még a szövegét se tudod. És nem bírják ki meg, meg azok a próbálj meg nem nevetni challenge-ek. Hát azt is végigülöm, ha akarom, papofával, basszus. Jó, egy-kettőn elrögök, de valamikor annyira látszik, hogy ilyen erőltetett, megjátszott nevetést produkálnak ilyen challenge-be, te Jézus Isten. Csak az a baj ugye, hogy nem is baj, mert hát jó, oké. Nagyon, ugye boldogok a lelki szegények, szokták mondani, de tényleg az van, hogy ez jó, ez a boldogok a lelki szegények, ezt tudom, nem ezt szokták mondani, de mi ezt szoktuk használni az ilyen szellemi ízékre. Ugye nagyon sokan elhiszik azt hogy ezek a dolgok, hogy ez nem megjátszott. Vagy hogyha nem is hiszi el, hogy megjátszott, szórakoztatja. Nincs ezzel semmi baj, mert egy film, mit tudom én, egy színházi előadás is megjátszott meg minden, de ott legalább nem mondják azt, hogy nem megjátszott, érted? Viszont vannak ezek a, ugye, röhög, meg ilyen reakcióvideós röhög, és látszik rajta, hogy tök megjátszottan röhög, úristen. Meg látszik rajta, reakció videón látszik basszus, hogy nem először látja, hanem megnézte még egyszer, és akkor már szinte tudja, mikor kell röhögni. És nagyon sok ember ugye, főleg a fiatalabbak, azok tök elhiszik, hogy ez így van. Nem akarok tényleg neveket mondani, mert megint az van, hogy ugye akkor itt lázadnak az emberek. Múltkor is csináltam ugye, de mondjuk tök nem érdekel, ugye csináltam én már videósról ilyen videót, ami gyakorlatilag megbotránkoztatta a nézőimet, -100 feliratkozóm lett. Ez nem, engem nem az motivál, hogy most nagyon sok feliratkozóm legyen, mert ha az motiválna, ugye akkor én is csinálnám ezeket a challenge-eket, meg a reakcióvideókat, meg a hülyeségeket. Nem ez motivál, hanem akarok magamhoz hű lenni is, nem akarok hülyét csinálni magamból azért, hogy legyen sok feliratkozóm, azt csinálom, amit szeretek. Na, az a lényeg, hogy ja, 100 embert ugye elvesztettem, nem érdekel, de nem akarok személyeskedni, de van egy-két olyan videós, akinél egyszerűen sajnos az emberek nem veszik észre, ugye, hogy palira vannak véve. Hogy úgy vannak palira véve, hogy gyakorlatilag tárgyként kezelik őket, gyakorlatilag nem mások, mint pénzgeneráló statisztikai adatok. Hogy gyakorlatilag a nézők azok nem mások, mint azok a dolgok, személyek, vagyis akár mondhatni ők tárgynak is, vagy akármilyen
egy adatnak, akik generálnak pénzt annak a videósnak. És nagyon durva, mert ugye nézed a videóját, és látod, hogy reklám, bújtatott reklám, folyamatos reklám, reklám, mindig reklám, és reklám köré épített tartalom. Nagyon, nagyon sok ilyen van már, reklám köré épített tartalom. Gyakorlatilag valamit bemutat, amiért pénzt kap, és gyakorlatilag vagy fingja sincs az egészről, vagy valamennyire azért van, de tök mindegy, a videó azért készült, hogy ugye pénzt generáljon. Plusz még, ugye különböző sztóros termékek. Egyébként most én is lehet, hogy elkezdek sztórozni, de nullszaladósba, úgyhogy én nem akarok rajt keresni semennyit. Csinálok pólókat, meg ilyesmiket, de úgyhogy nekem ne legyen rajt hasznom, előállítási költségem menjen. Most egy céggel így próbálok itt tárgyalgatni. Egy ilyen webshoppal próbálok tárgyalgatni, de valami komolyan, érted, nem úgy, ne csak az legyen, hogy rendesen megbeszélem velük, hogy én vagyok ez, én vagyok a keeper, a nézőimnek szeretném csinálni, én nem akarok, az meg olyan volt, mint egy trabantott jobb oldal. Én nem akarok rajt keresni, legyen meg az erőállítási költségem, nektek megvan a hasznotok rajta, aki ugye csinálja a pólót, nekem nem kell haszon rajt. Na, mindegy, most visszatérve arra ugye, hogy és akkor ugye például megy ez a sztóros dolog, iszonyat pénzért, gyerekek. Elmondom neked, én ahol most ezt valószínűleg meg fogom csinálni, ott olyan 2000 forintba fog kijönni egy póló, egy nyomott póló, kipörös még mindenféle mintával 2000-ért. És ennél a cégnél vannak más nagy videósok, és ilyen 4-5000-ért adják ugyanazt a pólót, magyarul. Annak a pólónak őnek is az előállítási költsége mondjuk 2000 forint, mármint hogyha ő nem akar, nem rá semmit. És képesek bazne ilyen 3, meg még talán még több, 3000 forintot is rárakni a pólóra, ami nem dolgozott 5 percet, és nem is dolgozik vele, és nem is kell foglalkoznia vele, mert a webshop csinál mindent, ő neki semmit nem kell, ő csak megkapja a pénzt, semmit nem csinál, érte? Semmit, gyerekek. Abszolút semmit nem csinál. Én is megcsinálom a pólómat, megcsinálom rá a mintát, megvannak ugye a mintáim, kipörös, mit tudom én, akármi felirat, meg ugye a csatorna, kép, meg akármi, rárakom. Körülbelül 2 percig tart, nem tart sem eddig. Ugye megcsinálod PNG-be, mit tudom én, PNG-be tudod, hogy átlátszó legyen, azért igényes legyen, nagy felbontás, jó, hát azt megcsinálod pikpak. Utána onnantól neked nincs semmi gondod vele, mindent megcsinál a webshop, mindent melenyomtatják, nem, semmivel nem kell foglalkozni, postázzák minden. És ezek az emberek képesek rárakni több 1000 forint, akár 3000 forintot, vagy még többet is, érted, 2-3 ezeret, vagy többet. És ez nagyon brutál, gyerekek. És ezeket a pólókat nagyrészt ugye olyan emberek veszik, akik szeretik ezeket az embereket. Ugye természetesen, ha te is mondjuk kipörös pólót venni, akkor olyan, most aki itt nézed a videót, akkor gondolom olyan ember vagy, aki szereti a videókat, amit csinálok, a tartalmat, szereted nézni a videóimat. De én, aki, ha te szereted nézni a videóimat, én pont a te zsebedből akarnám kivenni a pénzt. Én téged akarnálok úgymond idézőjelbe lehúzni azért, mert te szereted a videóimat, és szeretnél egy olyan pólót, amit én kreálok, és amit én... Hogy mondjam, gyakorlatilag én hozok létre, és akkor te azt megveszed azért, mert szereted a videóimat, és akkor én tényleg belőle akarok meggazdagodni. Hát ez pont a legnagyobb pofátlanság, nem? Hát most ez olyan, oké, hogy én lehet, hogy téged nem ismerlek, egy csomó embert ismerek közületek, lehet, hogy nem ismerlek, de hogyha ismernélek, vagy ha ismernélek, a pofámról leégne a bőr, hogy belőle húzom ki a pénzt. Ha nem ismerlek, de akkor is én pont ezt érzem, mert nehogy már én belőled akarjak gazdagodni, érted. Nagyon sokan meg sajnos ugye tényleg ezért csinálják az egészet, azért csinálják azt a videót, hogy reklám, meg még ráadásul lehúzzák a nézőt, ugye megcsinálhatná ő is nullszaladósra azt. Sőt, hát még mondhatni majd, hogy nem a videósnak jó az ugye, hogyha pólót hordja az ember, mert reklámozza. Ez abszurd teljesen, nem tudom, gyerekek, én nem vagyok ennek híve. És igen, és arra akartam ugye még kitérni, hogy sajnos ezeknek a videósoknak a nézőik, azok nem látják ezt, nem, egyszerűen nem
Én néztem ilyen videó alatt, ami gyakorlatilag nem szólt semmiről, csak reklámról. Megnéztem a kommenteket, mondom, vakok az emberek. Vagy is jobban mondom, még amíg nem néztem meg a kommenteket, akkor gondoltam, lemegyek a kommentek a szekcióba, és megnézem, mert gondolom az emberek nem vakok, és gondolom lesznek negatív kommentek. Hogy úristen, mit csinálsz, hát ne tárgyként tekints a nézőidnek, meg ne, arra, ne azért tekints rájuk, mert profitot termelnek neked. És lemegyek is, és az emberek tapsolnak, és azt mondják, hogy jaj, de jó volt. És ilyenkor az ember azt gondolja, hogy úristen, hát... Ugye most, nem tudom, egy-két videós elkezdte ezt a Mentsük meg a YouTube-ot, pont az IR-ek ellen. Nem lehet megmenteni olyan embert, aki nem akarja, hogy megmentsék. Úgymond, aki nem látja azokat a dolgokat, hogy mik miért történnek, és neki jó az, ami éppen folyik, akkor ő vele nem lehet, nem tudsz mit csinálni. Hogyha egy ilyen videó alatt, ami tényleg már nem szól semmiről, csak a profitról, mindenféle oldalát tekintve, a reklám benne, ugye a sztóros dolgok, meg minden gyakorlati, ott ami van, ott abban az 5 perces videóban az semmiről, semmilyen szórakoztatásról nem szól, csak a profitról, meg még akkor még alatta ott a támogatás linkek, még emellé, akkor ott már ma nincs ember, nincs mit megmenteni, ott... És, ja, és ehhez tapsolnak, ott akkor mit tudsz tenni? Mit lehet ellene tenni? Ha nem, azok az emberek, mondjuk úgy, hogy olyan birkák, mint az állat, akik azt végignézik és tapsolnak neki. Vannak olyanok természetesen, akik látják ezt. Nagyon sok ember van olyan, akit látja. Ők ugye két dolgot tesznek, ezeket a videósokat nem nézik. Vagy ugye csinálnak ilyen videókat, mint én is már csináltam. De igazából a nagy tömegeket, sajnos ugye a nagy tömegek, azok vakok és nagyon sok fiatal van köztük, akik gyakorlatilag nagy videós, ugye sok izé, sok feliratkozója van. És így nagyon elfogultak ezekkel szemben. Na mindjárt végzünk gyerekek, akkor ezt a témát akkor... Junior Nagykin meg sipoltatja a játékát. Most kapott 4 darab ilyen picit. Pont befér a szájába, úgy tudja nyomni, úristen. És Isten ments, hogy azt a bélyeget ragasszátok rám, hogy irigy vagyok, mert én pontosan tudom magamról, hogy meg mindenkiről, hogy meg lehet ezt tenni. Oda nézzetek mennyi, 30 ezer. Gyerekek, ez szerintem marha jó volt ez az időzítés. Pörgetünk az időbe, mint az őrültek. És az lesz, gyerekek, hogy meg is tudjuk ebből részbe venni. Junior nyomja be az első játéket. Ja, igen, sajnos. Mindjárt kimegyek, valakba rúgom ezt a kutyát, úgy nyomja. Ha képes betűrjön, aztán az sipoltat. Unatkozik, aztán elvette Juniortól azt, hogy csinálja. Ja, nem vagyok irigy, mármint tudom, hogy mi a receptje ennek, csak nekem sajnos, mondhatni, hogy sajnos, ugye. Várjátok, hol veszik legjobban, mindjárt megnézzük, jó? Közben pörgetünk, és ilyenkor érdemes figyelni. Hol emelkedik, ugye itt emelkedik. És akkor ezt megvárjuk, hogy teljesen feltornásszva. Voli Grains. Na hát ezt meg nem akartam. Ez hol van vajon? Na itt van alul, jó az. El is indulunk arra. Ja, már izé nagyon jó bárba megy. Voli Grainsbe megyünk. Hogy tudunk oda nagyon hamar eljutni? Itt. 8-as, 9-esen nem tudom, át tudunk-e vágni, az lenne a jó. És ezt a pótot majd le kéne a hátsó cserélnem, az nem valami nagy erőssége a játéknak. Igen, én tudom a receptjét, hogy ugye hogy tudnám megcsinálni mondjuk a 100 000 feliratkozót akár. És ez tényleg mindenféle nagy képűség nélkül mondom. Csak én úgy nem tudom...
úgy nem tudom megcsinálni, hogy nem lenne hozzá gyomrom. Az olyan dolgokat csinálni, amiket csinálnak sokan a sok feliratkozó számért, ugye. És nagyon sok ember van olyan, akinek még nincs ahhoz gyomra, hogy ezeket megcsinálja, és azokat nagyon is értékelem. Nagyon sok olyan videós is, mint én, aki esetleg ugye annak ellenére, hogy ugye azzal fel tudna tornászni a feliratkozó számát. Gyerekek, egy kicsit lelassítok az időn. De nem teszi meg, mert nem akarja magát, úgymond. Nem akarja magát utána szembe köpni, hogy az elvei ellen cselekedik. De egyébként megmondom őszintén azt is, hogy nem tudok haragudni se az ilyen, olyan ember, az ilyen emberekre. Ugye nem igazán haragszom rá, csak nem értem, és nem értek velük egyet. De én nem gyűlölködök velük szembe, mert így belegondolok, hogy őnekik igazából csak annyi a különbség, mármint hozzám képest, hogy nem megyünk a izéhez, listálóhoz, ahol ugye leledzünk. Jó, nekik csak ugye annyi a különbség hozzánk képest, hogy más az értékrendjük. Ők fel tudják vállalni azt, hogy utána nem hogy mit tudom én, donation-t kérnek, ugye, és akkor ők mosolyognak, hogy oké, köszi, de például én azt se tudom megcsinálni, hogy donation-t kérjek. Jó, Junior, ne engedd be! Mit ki léci? Mert hallom a csipoltat. De nem baj, de ne engedd be! Mert még megy a videó, ezt a csipoltat, hallom. Betty az nagy troll, beengedte úgy, hogy csipoltat, nem? Tudjátok mi lett volna? Egész végig azt hallgathattátok volna, hogy hügyű, ez lett volna egész végig. Egyébként most azok gondolkozok nekem, mi a legnagyobb kritika, ami szokott érni egy videóosztás terén. Tudom, hogy oda nézzetek, tök jó tyúkok. Tudom egyébként, hogy mi. És egyet is értek veletek valamilyen. Valamilyen szinten, igen, mindenféle szinten, bocsi érte. Tudom, hogy mi a probléma velem. Az a probléma velem, hogy nagyon-nagyon csapodár vagyok, különböző sorozatokba kezdek bele, valamiket megunok, és akkor ezt rohadtul tudjátok utálni. Azért bocs, tényleg. Egyébként, megmondom őszintén, én most így nagyon jól érzem magam így a YouTube-on veletek, akik így meg rátaláltatok a csatornára, meg így nézitek a videóimat, nagyon jó arcok vagytok. Akik ugye kommentelnek, leginkább azokat ismerem, de elég sokat szoktatok azért kommentálni, aminek örülök. És én nem vágyok se többre, feliratkozó számba se. Én jó, örülök neki, hogyha látom, hogy azért nő a feliratkozó szám. Örülök neki, hogyha tetszik, amit csinálok. Főleg amikor tényleg, mint például most itt beszélgettünk egyet, amíg arattunk. Ezt így tök jó veled megbeszélni veletek. Én annyira nincs olyan ember, akivel így meg tudom beszélni. Én meg egy csomó mindent azért így el tudok mondani. Meg igen. Múltkor kaptam egy e-mailt. Hú, nem tudom a neved, ne haragudj. Nem válaszoltam. Videóban válaszoltam utána. Erről a magyar tönkretett gazdaság témáról. Na hát az is tök jó, hogy el tudom mondani nektek. És pont az a srác írta az e-mailbe, hogy jó, hogyha ilyenekről beszélsz. Azért a fiatal fejekbe beleraksz valami jó dolgot is. Na gyerekek, akkor mehet a pörgetés, átmegyünk 7-es-8-oson. Ez jó, mert itt át tudunk vágni. És akkor csináljuk az oratást, és megvesztjük ezt a földet.
Nem tudom, elég hosszú lehet ez a gameplay, ne haragudjatok érte, de szeretném ezt már befejezni. Lehetném megvenni azt a földet. Nem tudom, 226 ezrünk van, ami marha jó. Hogy tudok itt kimenni? Aha, ott. Ami marha jó. Learatjuk azt a babot, valószínűleg meg lesz. Nem tudom, most mennyire ment le az ára. Jújjújjújjújjújj, esős időt jósolnak. Mindegy, az nem annyira gáz, csak hamar múljon el. Na itt a tízes, erre fáj még a fogam. Jó lenne megnézni az árat. Ott megyünk el, pont meg is lesem szerintem. Ezt úgyis ráérünk. Itt a 21-es, ott a 21B a enyém, amit loptunk. Ilyen jó lett. Olyan, mintha gyári föld lenne. Mi? Itt a szép szögletes. Ezt meglesem, ezt a földet. Mennyibe? 652 000, az nem kevés haza. Az nem kevés. Visszamegyünk oda. Meg közben megnézem akkor a 21-es mennyire ment le. 226 ezerünkben biztos, hogy a következő aratásnál már meg tudom venni. Jó lett volna előbb egy picit. És meg így kifogytam a mondókába, elmondtam, mit akartam. Na, annyira nem ám, csak úgy. Remélem, hogy nem veszi senki magára ezeket a dolgokat már, mint így. Videós biztos, hogy nem néz olyan, hanem úgy, aki szereti ezeket a videósokat, és sejti esetleg, hogy kiről beszélek. Az a baj, nagyon sok videósnál ugye úgy van, hogy mondjuk, mint én is például, hogy elkezdek videózni, elkezdtem, és akkor elértem valahova, ami igazából olyan nagyon nagy dolog. Nem akarok ki olyat mondani, hogy az nagy dolog. És akkor utána úgy elkapja a hív, hogy ő még többet akar, és akkor elmegy abba az irányba, ami ő számára is lehet, hogy már vállalhatatlan, de mégis azért megteszi. Azért, mert még többet akarok, és amikor már ott tart, hogy olyan nagyon-nagyon nagy lesz, akkor meg ugye már ugye egy az, hogy megkeresik nem partner cégek, hanem szponzorok, ugye, és akkor kap mondjuk egy ajánlatot, hogy 50 000-ért ezt csinál meg ezt a videót, hát gyarlóak az emberek. Ti is, akik nézitek a videót, lehet nagyon ugye álszentkedni vagy mondani, de nehéz azt mondani egy videóra, hogy mondjuk hát nem csinálom meg 50 000-ért, érted? Kapsz 50 000-et a zsebedbe. Meg hát ugye ezek a többi videósok, akik meg ugye donation-nel keresnek, és akkor mondjuk úgy, hogy hülyét csinálnak magukból sokszor. Most nem izére gondolok, nem gameplay-esre, hanem van egy-két ugye. Nem mondok nevet azért se. Videósok az meg ugye, mit tudom én, azért, mert leborotfálja a fejét, vagy akármit, és kap érte 50 000-et, hát az is ugye nagyon jó lóvé neki. Hát, hogy azért is nem nagyon érdekel engem ez, mert mondjuk úgy, hogy nem annyira szorulok rá. Lehet, hogyha például inkább függenék a bármennyire is a YouTube-tól, akkor lehet, hogy én is ugye talán könnyebben eladnám magam, úgymond, meg megcsinálnám ezeket a dolgokat, de van munkahelyem, és igaz, hogy annyira most én nem duskálok a javakba, de nem is szorulok rá, hogy ha most én ezért pénzt keresek nagyon vele. Már igazából akik nézek leginkább, akik leginkább így próbálják szívni a lóvét, fáradtok itt. Megy a izé, amíg én itt turkálok a... itt. Enhelyezkötő tárgyak, meg akarom nézni, hogy ha tök jó lenne itt ez. Járműműhaj, aha. Uh-huh. Ja, itt tudnánk itt ugye... Megnézem ezt a egy ilyen hangárt, hogy... 14, de nagyon nem sokan. Aha, oda nézzé. Na, milyen frankó lenne. Ugye itt lenne akkor a telephelyem. Hát ez nagyon cool lenne, ugye? Ti is azt mondjátok, gondolom. Hogy lehet ezt fordítani? Már nagyon elfelejtettem. 14 000. Ja, jó, de most ezt ne költsünk erre, vagy igen? De ez nagyon otthon, hogy akkor ugye itt meg tudnám csinálni a telephelyemet. Ez nekem nagyon bejövős lenne.
ez nagyon király, de most egyelőre akkor hagyjuk ezt. Ez meg lassan beérik ám. Jó, most váltott egyet. Megnézem a 21-es gyalogját, megyek ide. És megnézem, mennyi az ára. 222 000 van. Marha jó. 262, nagyon nem ment ez lejjebb. Nem akarok most bérmunkázni. Combine-t beállítjuk. Amire beállítom, szerintem el is indul. És akkor igazából az lesz, hogy combine után egyből én most megküldöm a vetőt. Mert előtt ezt elcsesztem, hogy nem egyből küldtem. Azért ugye rengeteget kellett várni rá. Az a baj, pont esőt jósol, hogy rohadjon meg. Figyeljétek, meg fognak szopatni minket, mi? Hozom a vetőt is. Egyszerű. Meg hozhatjuk ezt is. Gyakorlatilag nincs olyan cucca, amit nem használunk mi. Nagyon kemény. Kár, hogy a silót nem lehet átrakni máshova. Ajaj, nagyon ködös az idő. Ajaj. Nem baj, beérik abba a pillanat. Nem hiszem el, megerett az eső. Ezért megszívatnak minket. Ja, izében van még a... silóban van még cucc. Ezt még tudnék valamit csinálni vele. Hát ezt meg kell várni akkor az esőt. Ó, a franc egye meg. Gondoltam, bassz, hogy figyeld meg, ha beérik, akkor izé... eső lesz. Nem baj, még úgyse éred be. Hát, ja, jó lenne alána, állj már. Időjárás itt külön van, régebben volt ugye, hogy ilyen időjárásos. Nem is nagyon szoktam ezt figyelni, megmondom a frankot. Alapismeretek. Nincs már időjárás jelentés. Régebben volt ilyen hosszabb távú, nem? Állj már el, idő! Szoktátok hallgatni ezeket a rádiókat? Én szoktam. Jaj, ne. És akkor most ilyenkor semmi? Mi a baj, és nyomkodom? Befejezte a munkát, elkezdeti. Hogy rohagy meg? Na mindegy, akkor várni kell addig. Várni kell. Szaridő van, szaridő. Ja, azt mondja, hogy mennyi pénzbe fáj most a... Addig ránézek itt. Csökken. Ó, de jó, Old Green Store-ba, gyerekek, megy fölfele. Az még jó is lesz nekünk akkor. Egyből majd ugye visszük oda. Hát meddig megy fel? Egy 3000-ig fölmehetne, és akkor ugye... mennyi pénz kell hozzá? Na, el is állt. Jó, oké. Várjátok, addig, amíg fölfele megy, addig még pörgetem. Menjen föl teljesen. Ez most milyen, amikor... Na, végre. Én annyit csinálok, hogy ezt így pörgetem, addig, amíg föl nem ér. És akkor ugye nagyon jó áron el tudjuk adni. Még mindig fölfele megy. Ez meg mehet utána. Nagyon szuper. Ugye nem fogja utolérni, az tuti. Figyelj, még mindig fölfele megy, nagyon jó. 10 000-et beviszünk, akkor az már 30 000. És egy olyan mennyi kell? Ja, jó lesz. Fordul egyet simán, gyerekek. Nagyon jó pénzt kapunk érte. Ez lassan megáll? Ú, de jó, figyeld! Még mindig fölfele. Ezeket érdemes nagyon figyelni. Jó. Csináld csak. Még mindig fölfele megy, el nem hiszem. Ez mennyire tud fölvenni?
Már nagyon lassul. Ugye be fog állni. Jó, nagyon be van lassulva. Állítsuk meg az időt. Oké, gyerekek, ez nekem jó is. 14 óra, nem is akartam, hogy még tovább menjen. Szépen meg tud fordulni? Nem zavarja egymást a két melós? Arra kíváncsi vagyok. Kicsit tolatnia kell, mi? Basz, milyen szépen megoldja, hallod? Így fordul el. Tudja, hogy ott is kerítés van, itt is kerítés van. Ha nem tolathat arra, erre. Szépen, gyerekek, ahogy kell. Nagyon cool. Nagyon coolul megoldják, nagyon tetszik. Ja, akkor kell nekünk, várjatok. Megnézzük akkor ki. Jó, 360. Térképet keresek. 21-es. 262.000 kell pontosan. Azt mondja, hogy 262.000 kell. Akkor pontosan kell nekünk 40.000, ugye? Akkor egy olyan 15.000-nyi egységet kell eladnunk. Úgyhogy akkor még ráérünk ezzel. Hát ez egy olyan másfél ürítés, ugye? Ezzel odébb járok azért, mert ez szerintem szar helyen lesz. Utána akkor meg nekiállunk. Itt megcsináljuk a telephelyünket, jó? Csinálok izéket, kocsiszíneket. Ide sorba, kocsiszín, oda-oda, és akkor itt lesz egy ilyen kis kezdetleges saját telephelyem. Lehetne ugye fákat ültetnék a 9-es. A 9-es lehet megvenném fának. Jó sűrűn beültetném, és akkor ugye itt mondjuk vennék egy darálót, vagy egy hőerőművet, és akkor ide el tudnám oldani. De viszont a 9-es fölött van egy föld, amit ugye be tudnék lopni, ami elég lenne erdőnek. Sőt, ugye akkor nem is kellene... Ó, igen, ott be tudnám ültetni. Sőt, ide is tudnék ültetni fát. Jó, ez nagyon tetszik ez a map egyébként. Annyi, imádom ezt a mapot. Tetszik, bejövős. És itt meg oda nézni, hogy fordul, ugye egy évbe, ugye? Combine. Itt egész máshogy fordul, mert más a hely. Neki, tök jó. Hú, de szépen megfordul. Annyit tolat, amennyit kell, nem, fölöslegesen nem forgolódik. Nézzük meg a 9-esen milyen munka van. Addig ugye csinálhatnék egy kis melót. Hát ez most egy hosszabb lett ez a gameplay, de ugye azt beszéltük, hogy... Hoppá, hoppá, ez jó. Ez nagyon gyorsan megvan. Oké. Okay. Vagy GCB-vel vagyunk, de jó. Imádom is. Kis GCB? Aha. Súly, ez annyira köl ez a súlyra, de sem ennyire. Megye fele. Idő az nagyon számít, ugye? Hogy gyorsan pörögjük mind a trágyaszóló... Pörögjük mind a trágyaszóló szó szerint, gyerekek. Ez mivel indul, nem béve? Le is kell engedni, ha? Gyerekek, azt akartam mondani, hogy ezt még nem is láttam, ezt a gépet. Vagyis látni láttam, de még nem próbáltam. Így ez bele rakja egyből földbe, tök jó. Egyetemben nem láttam, higtrágya terítő látom, vagy trágyaszóró, vagy minek nevezzem. Higtrágyázó, de ez még nem használtam ezt. Tök jó. És jó gyorsan megy vele, 16-tal. Nagyon gyors, nagyon frankó. Tetszik, jó. Legalább egy kis plusz pénz ugye ez is. Ja, itt a 9-es fölött azon. Azt felültetném erdővel. Fákkal ugye. Itt is fenyőt lehet ültetni? Tényleg, itt nincs is fenyő. Érdekes lesz fenyőt ültetni. Ugye fenyőt lehet ültetni, de ugye érdekes. Itt pont ugye nincs értelme van a fenyőnek. Egy ilyen sivatagos részen. Bár azt gondolom, nem cserélték ki természetesen.
Itt végigérek, fele meg lesz. Közmunka programba vagyunk benné. Nem láttam még ilyet, hogy így közvetlenül, hogy a földbe vagy a földre teszi, ugye? Tényleg nem láttam ilyet. Fordulásnál érdemes felemelni kicsit. Jó hosszú lett ez a gameplay, bocsánat, kérek érte. De mondom, kihasználjuk akkor itt ezt a szituációt, hogy mindenképp legyen megvéve az a föld. Megveszük azt a földet, addig fog tartani. És a következő részben lehet, hogy ha kicsit rámegyünk, hogy nem sokba kerülnek azok az épületek, hogy legyen nekünk ilyenünk. Ugye megvagyunk még, szerintem egy kört megyünk, egyszer visszajövünk meg még egy kicsi. Ugye minél kisebb a föld, annál kevesebbet szabad elhagyni, mert százalékosan méri ugye azt a dolgot, hogy mennyit kell teljesíteni, és mennyit hagyhatsz el. Nagy földön ugye többet hagyhatsz el, egy kis földön ugye sokkal kevesebbet hagyhatsz el. Menet közben ledobom, még lendületben vagyunk, úgy érünk be ide. Jó, ezt szeretem, ezt a GCB-t, de nem fogok kis-kis középkategóriás traktorokat nem fogok venni ebbe a játékba, mint ezen a mentéssel, hanem azt fogom csinálni, hogy kizárólag nagyon nagy vasakkal fogunk dolgozni. Legnagyobb kombájnok, legnagyobb traktorok, legnagyobb gépek. Amerikában vagyunk, gyerekek. Nagy a kukorica kereslet. Bab kereslet persze soha nem nagy, mi? Remélem a kombájn már megtelett, de lehet, hogy egy kicsit túlságosan sokáig is tartott ez. Oké. Okay. Ah, megtelett a kombájnunk, jaj. Az ugye 10 000-et jelent, akkor még kell mennie viszont. Jó, és leüríti azt, akkor még menjen. 127 000-ünk van, ez jó, mert egy kis plusz pénzt jelentett. 10 000 az kevés, ugye olyan 10 minimum kellene egy ilyen, hát egy 15 000. Tízezer az még csak 30 000 pénz. Az meg kevés még. Na, nem is 10 000. Benéztem a rajzot. Jó, akkor visszaér, akkor ezt már el tudom adni. És akkor az jó is lesz. Ja, visszaér, akkor eladjuk, és akkor meg tudom menni azt a földet. És akkor Keeper telepe itt lesz. Ezen a részebb majd. Szóval lehet, hogy össze fog érni az a kettő gép. Úgyhogy itt majd ki kell kerülnöm manuálisan őket, vagy valamit csinálni. Közben lemaradt ugye a kombájn egy kicsit. Ugye szembe fordul vele, és lehet, hogy rá is fog dolgozni. Nem, pont elfér? De mázli. Nem, kiviszi? Kiviszi egy sort? Gyerekek, visz egy sort, nem baj. Ezt megfogom, ezt állítom meg. Mert félsz, haver? Jó.
Küldöm ám tovább. No problémo. Ment is, remélem jól eltaláltam, hogy nagyjából a szélességet, hát... Fogjuk rá, ugye? És akkor mehetünk a kombány mellé. Amint visszaér, már tudom is elvinni eladásra. Azon gondolkozok, lehet, hogy le kéne kapcsolnom. Nem kapcsolom le. Kis pótkocsit gondoltam, hogy lekapcsolom, de nem. Jaj, de jó földet veszünk, gyerekek. Kettő földön tudunk dolgozni. Gyerünk, 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 gyerünk. Hello, még nem, mindjárt 10 perc, Beti kérdezi, hogy végezte be. Nagyon hosszú ez a gameplay most, mert földet veszünk és sokat kell rá gyűjteni. 270 ezerbe kerül. Euróba. Szorozd meg 300, ilyen sokba kerül ez a dolog. Na, akkor az Old Grain-be, ugye? Abba kell vinni? Megnézzük még egyszer, biztos a biztos. Old Grain Store, igen, oda kell vinni. Amelyik az fönn van valahol, ugye arra, éjszakon. Balra el a 9-es fölött, át a hidon, és akkor el a 17-es mellett, vagy a 17-esen át, na majd mindjárt megnézzük. És miénk lesz a, miénk lesz a 21-es föld? Fuck yeah. Alig várom. Kicsit jobb lesz, kicsit gyorsabban fogunk pénzt termelni. És gyerekek, izékre fogok... hát, hogy nem a 10-es, de a 10-es földre még gyűjtünk. 600 ezeret, elég hamar össze fog ám jönni. És még annyit fogunk csinálni, hogy... akkor megnézzük a Big Badokat, hogy mennyibe kerülnek. Ott van, ott az eladási pont, innen látom. És meg is leszünk, meg is leszünk, meg is leszünk. Kár, hogy silót nem tudok ide lerakni, mert akkor itt lenne, hogy a silót tök egyszerűen be tudnám oldani. Gyerekek, menessünk basszus gabonástól. Akkor elvesznem az lóvé, mi? Vagyis a gabona. Ugye visszaugratnám a kocsit, akkor már nem lenne rajt, szerintem. Átvágunk a 17-esen, kukoricaföldön. 21-es, ja, 10-est kéne. Mondjuk a 13-ast is könnyen megvenném. Az kisebb. Jó, 8-es, 7-es, egyszerre megvenni. Összeszántani, gyerekek, az lenne, ha nem kis pálya. Jó, ez az én, hogy itt át tudok vágni, csak a kerítéseket nem nagyon látom, mert több buzottól. Oké, megvan, hogy hova kell. Gyerekek, készüljetek, nagy pénzbe jön. Olyan 48 ezer, ha jól számolom. Nagyon király, nagyon király, nagyon király. Nem 50 ezer, milyen 48 ezer? Elszámoltam magam. Na nézzük! Földvétel, földvétel, földvétel. 21-es, látogatás. És vásárlás. Meg is vettük? Hey. Ennyi volt, jaj de jó, jaj de jó. 15 ezer pénz van ott. És itt van már 21-es, ha miénk. És új, imádom, imádom. És ez mi ez? Ilyenkor most ez meg is maradt rajt? Bazze, nem is tudtam. Ez mi van rajt ezen a földön? Az mi ez a 21? Vaj, búza, hát ez megy le róla a picsába. Gyerekeket, ez... ezt azt fogom csinálni, hogy ezt egyből be is vetem ám. Én nem fogok búzát aratni. Úgyhogy ezt felejtsék el. Csak most nagyon jó, mert ha pörgetem az időt, akkor folyamatos vetésforgókba fogok tudni majd dolgozni. Úgyhogy nem kell várakoznom. Nagyon király lesz. Jó van, srácok, elbúcsúzom, nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Rohadt hosszú lett, sok beszélgetésre, remélem tetszett. Írjatok véleményt azokról a témákról, amiket felvetítünk így közben. Na, jók legyetek, csáááá!